szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök mindenkit. Engem Grósz Jánosnak hívnak, Kecskédről jöttünk. Mindenek előtt két köszönömet kell mondani. Az egyiket természetesen meghívóinknak, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, nagy megtiszteltetés részünkre, nagyon szívesen jöttünk. A másik köszönöm, az sem semmi. Van egy, ugye mi igazából Gomár-Mesztergom megye túlsó feléből jöttünk, Tatabánya és Oroszlány között van Kecskéd, a Vértes és a Geresi találkozásánál, ahol Koldi Rére is szok Koldinokt. És ez egy két órás autóbusz utazás, amelyet részünkre az ECB Travel Kft. Ingyenesen biztosította, azt hittem ez a mi világunkban nem biztosítva. Nagyon szépen köszönöm. Akinek a tulajdonos a Titkos János, az ügyvezetője Titkos Kés Henrikita. Azt mondja, a dalkörünk 1990-ben alakult, ez 34 év, sok minden történt ez alatt. Adtunk ki CD-t, adtunk ki DVD-t, csináltunk a falunkról egy szép bemutató DVD-t. Jó kapcsolatot ápolunk a környező dalkörökkel, mindenhova szívesen elmegyünk, ahol szívesen látnak minket, és mi is mindenkit szívesen látunk a mi falunkban. A település minden rendezvényen részt veszünk, amit az önkormányzatunk, Kecskéd község önkormányzata abban jutalmazott, hogy Kecskédér érdemérem plakett kitüntetőt részesített minket. A Szentmiség aktív résztvevői vagyunk, nagyon szeretünk énekelni, de el kell mondani, hogy van olyan korban, akkor nem is énekelünk, csak beszélgetünk, mert ez egy baráti kör. És ez sokat számít. Még annyit röviden, hogy a dalkör vezetője német Keracsek Négyszer és Katalin és német Attila, harmonikán kísér német Attila, és kérem fogadják szeretettel is. Yeah.
elnézést kérek. Köszöntsük a terem legidősebbjét, ezt a 100 éves harmonikát.